A szlovén tengerpart 47 km hosszú mindössze, igazából négy kiemelkedő városa van. Azonban vannak kisebb városok is, mint például a Strunjan, ahol mi is megszálltunk, és ahonnan, hogyha elindulunk Pirán felé, akkor ilyen gyönyörű látvány van a részünk néhány perc után. Ezt az utat megtehetjük busszal, vagy autóval is. Ha autóval tesszük meg, akkor az imént látott parkolóban tudunk megállni. Ha pedig busszal, akkor megvan az előny, hogy be tudunk menni tulajdonképpen a városközpontba, és így mindenféle nehézség nélkül meg is kezdhetjük a sétánkat azonnal, illetve nem fáradunk el abban, hogy a parkolótól lesétálunk idáig, ami egyébként már áprilisban is szinte teljesen tele volt, 10 óra környékén. Most elindulunk szépen fel az erődhöz, és megnézzük, hogy onnan milyen a kilátás. Na most szépen vettünk belépőjegyet az erődbe, és megnézzük, hogy hova jutunk itt. Milyen lépcsőfok után feljutottunk ide az erődbe. Nagyon szép a látkép, és itt elfogadnak kártyát is, úgyhogy könnyebben tudtunk fizetni. Pirán egyébként Budapesttől körülbelül 580 km-re fekszik, 5-6 órás út nagyjából, mire elérünk ide. Egy nagyon szép kis mediterrán hangulatú város. Maga a város mérete nem túl nagy, azonban a hangulata miatt igazán magával ragadó, egy egész napot is el lehet itt tölteni. Akár meg is szállhatunk itt, szállodák is vannak, azonban ha kirándulni szeretnénk, akkor lehet, hogy érdemes egy picit messzebb megszállni a ki- és bejutás nehézsége miatt. Ezen a képen láthatjuk a főteret, de ha jól figyelünk, találunk a városban, az épületeken túl további érdekességeket. Azt hiszem, a lapítás példáját mancskákról kell venni. Egyáltalán nem zavar, hogy itt videózok, képet csinálok, ő itt vigyel. Hát ő egy pirány mancska. A központot láthatjuk, ezen túl egyébként még van egy strandzóna is, ahol nyáron igen jókat lehet fürdeni. Látunk itt egy ingyenes buszt, ez gratis megy, és szépen kipróbáljuk, hogy hova visz. Ezzel most kijöttünk ide, megnézzük ezt a tengerpartot. Aminek az első érdekessége, hogy gyakorlatilag az itt töltött 4 nap alatt folyamatosan gyakoroltak a kis vitorlásokkal, gyakorlatilag százával voltak a kicsik, 10 éves körüli gyerekek, és rendkívül nagy ügyességgel vitorláztak itt. Szinte végtelenség lehet őket látni a kikötőben és a tengerhez, a parthoz közel. A szlovén tengerpart annak való szerintem, aki szeret az igényességet. Rendkívül tiszta minden, nagyon szépen ki van építve. Igazán ki lehet itt jól kapcsolódni. A szálloda jacht kikötőjét látjuk éppen. Ha valaki esetleg hajóval érkezne ebbe a szállodába, akkor semmi probléma nincsen, itt szépen kiköt, és már mehet is a wellness részlegbe. Bár a napok áprilisban elég hosszúak, azért viszonylag hamar eljött az este, úgyhogy jön a vacsora. Reggel 8 óra van, 13-14 fok, háttérben a szállás. Van egy kis kanapé, viszek a falon hűtőszekrény, aztán egy emelet, és utána van egy kis terasz is, és utána egy kilátás a tenger. Na most a szálláson mi vagyunk, elpakolta a hűtőt mindenféle velkendzsinkkel, mint például az is. Most ki fogom próbálni milyen, egyébként van benne jó néhány üdítő, meg néhány ilyen pesgőszerű alkoholos kis gyümölcsös valami. Elég jó kis hely ez. Akkor szépen megreggelizünk ezzel a gyönyörű kilátással a háttérben, majd elindulunk Portorozba ezzel a busszal. A busz egyébként 1,30 € vízbe per fő. Körülbelül az út 9-10 percig tart, és már is ez a látvány, ez a látkép tárul elénk. Fantasztikus az idő, már áprilisban is elég sokan vannak, de azért még nyugodtan lehet sétálni, nézelődni. Természetesen ilyenkor a fürdőzők hiányoznak, úgyhogy nagyon szép és hosszú tengerparti sétákat tudunk tenni. Portorozz ugye nem fekszik túl messze Pirántól, az azt jelenti, hogy igazából át is lehet sétálni. Energiagyűjtés, féleg van, kb. 20 foknak érezzük, otthon 4 fok. Portorozz látképét és a kikötőjét láthatjuk a háttérben, felülnézetből.
Hát rendkívül szép kis város. Igazán érdemes ide eljönni. Gyakorlatilag luxus körülmények között érezhetjük magunkat. Természetesen nyáron itt is lehet fürdeni. Szlovéniában egyébként a sorlepárlásból is éltek és élnek a mai napig, és van a tengerparton is egy múzeum, úgyhogy aki szeretné, az könnyedén be tud jönni, egyébként ingyenesen be lehet jutni ebbe a múzeumba. Bejöttünk egy ilyen jachtklubba, egy kikötőbe. Elég sok szép hajó van, a legtöbb autó persze német rendszámú, kettő szlovén, alapvetően német meg osztrák. A nyelvet is halljuk le inkább. Szép nagy kikötő itt Portoroz mellett. Van itt néhány hajó a parton felújításra. Ez is nagyon fajta jacht. Csak érdekességképpen mutatom, hogy ekkora így a sapkám. És hát ekkora a hajócsavar. Hát ismét leszállt az este. Természetesen helyi macskát itt is találunk, akik alig várják, hogy kapjanak némi ennivalót a szálltából kijövőktől. Na hát itt ma reggel még pezsgő is van. A reggelhez egy edésünkre. Reggel után elindultunk Strunjánban felkeresni a helyi szállásokat, helyi lehetőségeket, hogy mi van még itt. És találtunk is egy ilyen wellness szállodát. És hát a wellness szállodából elindul a felfele a kis domboldalon egy gyönyörű látkép tárul elénk. És ez nem csak egy látkép, nem csak egy egyszerű kilátó, hanem gyakorlatilag itt egy 20 perces, negyed órás, fél órás sétát lehet tenni, és ez végig 70-75 méteres magasságba megy a tengerpart mellett ez a kis sétaút. Egyébként ezen a képen nem látszik, de rengetegen voltak már áprilisban is. Lélegzetelejtő látvány, nagyon megéri ezt felkeresni. Háttérben pedig már havasági csúcsokat látjuk. Ezt Strunjánban a híres öböl, ezt ugye sok képen, sok képes lapon is lehet látni, mindenképp megéri egy fél napot eltölteni. Azonban amikor autózunk, vigyázzunk a sebességre, mert ha meggyűlik a bajunk a rendőrséggel, akkor azt hiszem, hogy ezek elől a gépek elől nem fogunk tudni elmenekülni. Innen körülbelül egy órányi távolságra van a Posztolnai Cseppkő barlang, amire elővételben vettünk jegyet, és a hazafele úton így útba tudtuk ejteni, és meg tudtuk nézni. Pontos turnusokra meg lehet vásárolni az interneten a jegyet. Rendkívül szépen kialakított helyről van szó, hatalmas parkolókkal, parkolási lehetőségekkel, étkezési lehetőséggel. A barlang megtekintésére körülbelül másfél-két órára van szükségünk. Így, és hát ami az igazán az érdekessége, hogy az első körülbelül másfél kilométert egy ilyen kis helyi vonattal, barlangvonattal, barlangvasúttal tesszük meg. Azért hagytam rajta a videón ezt a képet, hogy lehessen látni, hogy mennyire hosszú maga a vonat, és ebbe ülünk be. Szóval én vásároltam két ilyen audiokázot, magyarul beszél, úgyhogy végig el fogja mondani, mit kell a barlangba. Azzal kezdi, hogy tanácsokat ad, hogy mit csináljunk, meg mit ne ezen a kis vonaton. És az egyik instrukció, hogy mit csináljunk, akkor kiesünk a vonatból, úgyhogy remélem, hogy erre nem fog sor kerülni. Maga a barlang egyébként nagyon jól kiépített. Az út, amin végigmegyünk, csúszásmentes. Körülbelül 10 fok van a barlangban. Található egyébként egy szuvenírbolt is, úgyhogy itt lehet vásárolni. És vannak olyan bemutatók is, ami például vagy olyan lehetőség, ami például a barlangban élő kisebb, nagyobb állatokat mutatják be. És hát van egy helyi, nagyon aranyos kis állat, vaggőte, ami akár 100 évig is elél, és 10 évig is kibírja élelem nélkül. Egyébként a szuvenírboltban rendkívül aranyos kis plüss állatokat is lehet vásárolni, plüss gőtéket. Úgyhogy érdemes oda betérni és megvenni. Na, térjünk vissza a Cseppkő barlangra. Amit lehet látni, a barlangban nem csak oda és vissza megy a vonat egymás után, hanem akár egyszerre is, mert két vágány van, azt hiszem, hogy az Európában egyedülálló. A barlang világítása az automatikusan történik, amikor arra ér a vonat, vagy gyalog arra megyünk, akkor felkapcsol. Miután megállt a vonat, kiszállunk belőle, és egy másfél órás vezetett sétán vehetünk részt.
illetve érdemes befizetni erre, amit mutattam az elején is, egy ilyen kis eszközt kapunk, amire, ha kiválasztjuk a magyar nyelvet, akkor vannak ilyen pontok, megszámozott pontok, 1-től talán 15-ig, és ezt beítve a készülékbe, magyarul is elmondja, hogy éppen mit látunk, és technikai hátteret is ad, akár a barlangászatról, akár a barlang történetéről. Rendkívül látványos egyébként maga a barlang, nagyon-nagyon megéri ide betérni, és hát lehet is látni, hogy nagyon sokan vannak a vonaton, nagyon sokan eljönnek ide, úgyhogy mindenképpen előre érdemes foglalni a helyet. Egyébként maga a barlang háromszintes, tehát vannak hidak, és nagyon érdekes, hogy az útvonal néha, amikor megy, akkor alulról látjuk a hidat, amin átmentünk előtte, és akár 40-50 méter is lehet a szintkülönbség. Ennek ellenére a séta nem veszi nagyon igénybe az embert, nem túl meredek kutatókon kell felmenni. Fantasztikus ez a barlang. Nagyon érdekesek a cseppkövek, nagyon szép a kialakítás, a könnyek végével sétálni. Még egy hídon is átmentünk, ami átvisz az egyik teremből, vagy egyik útvonalon a másikra. Rengeteg képződmény van. Különböző, igen, fátyolszerűek is csillognak, kiszáradtak, nem kiszáradtak. Hát érdemes ide eljönni. Azt mondom, hogy megéri. Célszerűen előre foglalni. Na most megjött a vonat, az előzővel itt hagytak minket, de nem baj, mindjárt indul ez a másik, mert addig vásárolgattuk az elmúlt, amíg lemaradtunk, de nem baj, mert megérte, és szépen megjött az este. Mindenki felszállt, szerintem 1-2 perc, egyébként maga az állomás az úgy néz ki, mint valami metroállomás. Na, nagyon ki van. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára, és remélem, hogy hasznosan telt ez a néhány perc.